Üdvözlet mindenkinek, sziasztok! Na, a társkeresésről beszélünk, vagyis hát én utalálom... Tajálám Tima Véri! A szerelemről, hát nem a szerelemről, hanem arról, hogy nagyon sokan... Tajálám Tima Véri! Nagyon rágyöltsönnek a szerelemre, meg arra, hogy keresd... Tajálám Tima Véri! Maradványuktól létszeres, hogy mondjam már így, csak egy percig hallgass már el. Szerelem Tima Véri! Szerelem Tima Véri! Vagy Sima Véri, vagy mi van? Mindegyik! Hadd mondjam már el! Mondjad! Nagyon szerelem Tima Véri! Nagyon görcsösen rád feszülnek arra, hogy keressenek barátnőt. De te nem... jó kény! Te... Szerelem Tima Véri! Hány már meg! Hagy ülök, kuáljak meg, ülök! Szerelem Tima Véri! Hány már meg, hadd mondjam már végig. Mit akarsz mondani? Mondjad! Hogy nagyon görcsösen... Bazzeg nem vagy szózik. Hogy csöndben maradtam, na, mert elmondod igen. Hallgass, csönd! Nagyon görcsös. Szerelem Tima Véri! Na, hogy bazzeg, nem igaz, hogy nem vagyod már. Hadd mondjam már végig. De most tényleg hadd mondjam már el, hogy mit akarok. Hadd mondjam már végig! Nagyon görcsösen rám feszülnek. Hagyom már végig! De légy szíves már, most ne bazd már el, hadd mondjam már végig, legalább egy percig hát. Ha működik, nem? De nem úgy, de hadd mondjam már el, amit el akarok mondani legalább. Mondjon, de hát de nem igaz, bazd meg. A limon azt látod, hogy elmondjad, nem? Hát mondjad. Tanulj, pacsírtam. Hát bazd, de nem vagy szóhoz jutni, hát akarom mondani, nem fogják hallani. Itt kornyikáz, bazd meg. Hát miért? Szerelem Sima Véri vagy nyom. Fenét nyom. Az a baj, hogy nagyon görcsösen rágörcsölnek arra, hogy párt keressenek. Görcsölnek! És... Én azt gondolom, hogy felesleges rágörcsölnek. Felesleges! És higgyétek el nekem, hogy nem keresek el. Önmagától. Keresek ki önmagától, de mi amúgy... vagyok vele. De te regisztrálnál társkeresőre, hogy megtaláld az igazit? Regisztrálni nem kell! De most normálisan kérdezem. Én is normálisan felek. És nem feledek. Én nem tudom miért van ezzel, én úgy gondolom, hogy semmi értelme ennek az egésznek, hogy regisztrálnak, mert minek most egy éjszakás kaland, az kell nekik, vagy mi. De nem, de tényleg te regisztrálnál az, hogy megtaláld az igazi párodat? Nekem megvan az igazi. Na most tényleg csak kérdezem. Dobog a szív. A kezem húl. Úgy látszik, hogy akkor a válaszát nemre erősítette. Úgy látszik, hogy akkor ez a válasz. Én úgy vagyok, hogy egyáltalán nem fogok regisztrálni. Mert minek? Ez baromság. Jó, persze értem, hogy valaki egyedül szenved, meg magányos, meg egyebek, akkor kell valami. De az, hogy a gép mögött ülve egy oldalnak kirobbant valami csámolnak, aztán talán meg megcsalják, elhagyják, becsapják. Minden. Meg mindenféle, és így elég szomorú, hogy ilyenek vannak. Igen. Nem kell rágölcsölni a párkapcsolat keresésre, jön az magától meg. Szerelem Sima Véri! Nincs olyan, hogy igazi. Miért nincs? Mert mindenki mindenkit átver. Mindenki provizion. Mindenkivel ágyba bújik. Nem így van? Provizion. Mi van a provizionnal? A providentes az majd holnapja, hagyjál vele minket. Provizion! Mi van a provizionnal? Mit szeretnél? Nem tudom. Nyaklevest vagy kaklevest? Én azt vettem észre, hogy nagyon sokan úgy keresnek párt, hogy regisztrálnak. Nyomnak egy levelet, hívják a postát. Nem, de tényleg most normálisan full komolyan kérdezem, hogy te regisztrálnál ilyen? Nem. De annak mi értelme? De valahogy. Mi? Hát életem. Hát azt gondoltam, hogy van életed, bazd meg! Csak hogy mire? Tehát én nem értem, én nem regisztrálnék. Nyakamban van az érem. Az életem élhetem. Én úgy vagyok vele, hogy ne görcsöljön rá senki arra, hogy párt keresen. Meg az, hogy a másiknak... Meg az, hogy a másiknak mondogatja, hogy keres barátnőt, ő mit csinál addig? Üljön, álljon, feküdjön. Most figyelj, de ez olyan, mint amikor én azt mondom neked, keres barátnőt. És én addig mit csinálok, amit te keresed a párodat? Én csak mondom neked, hogy mit csinálj, közben én meg nem azt csinálom, amit neked kéne csinálnom? Vagy ugyanazt csinálni? De most gondolj vele, de tényleg, fú, komolyan mondom, érted, hogy van ez, bazd meg. Hát felmegy a pumpám mindjárt már.
Hát itt szórakoznak velünk, de tényleg, hát görcsösen keresik a kapcsolatokat, meg hogy jaj, minél előbb legyen párom, mert a gyereknek nem tudok venni pelenkát, jó, van, akkor ne vegyél pelenkát, bemész, ezt kihozom. Miről mesélj most? Milyen pelenka? Arról, hogy valaki görcsösen keresi a párját, hogy a gyerekének meg tudja venni a pelenkát. Érted? Hihetetlen dolgok ezek. És amúgy meg, jó, párt keresni, persze, hogy kell párt keresni, de a 80-90 éves öreg azt, hogy minek keres párt? Behúzza magához a postást, hoztál levelet, drágám! És elveszi a nyugdíját. Mármint, hogy felveszi a nyugdíját. Amúgy igen. Párkeresés az úgy jó, hogyha megismerkedsz valakivel randomban. Nem az, hogy ráírok egy csajra, hogy szia, mizu, tarizunk, az kiderül, hogy egy ilyen 120 kilós kigyúrt díjbirkózó valaki, most tisztelt a kivételnek, elnézést. Remélem nem sértődik meg senki. Én megsértődtem. De hát te díjbirkózó vagy, te egy kövér disznó vagy, le vagy szarva. Veled nem foglalkozunk, te úgy keresel párt, hogy fölmész a fára, azt elkezdesz. Vered a mellett, mint a Tarzan filmekben a majmok. Nem te voltál Tarzan véletlenül, liánokon liángoztál. Levágtam a szakál. Igen, ja. Nem, de tényleg, de mit gondolsz erre a társkeresésen? Nincs értelme. De mindegy, dönts el az, aki mondjuk ebben fejlődik. Mókus, ott menj ide, ott van megint, gyorsan. Mókus. Amivel kezdődik az egész, aki jónak érzi ezt a társkeresés programot, azt használja a boldogan. De aki nem akarja használni, azt ne használja. Persze, jó, de igazából értelme sincs. Jó, van, aki megtalálja a párját, mert volt már olyan régi időkből, hogy volt egy hölgy, ja, aki megtalálta a párját, Kaiser a neve a csávónak, van Kaiser sörmárka. Már bocsánat, hogy kimondtam a nevét, már szerintem nem hiszem, hogy nézik a videót, bár azért fura lenne, hogyha írna egy üzenetet Instagramon. Én vagyok a Kaiser! Das ist Kaiser söröző, bazd meg! Na mindegy, tehát van, aki megtalálja a párját. Jó, regisztráljon, aki akar, de én hülyeségnek tartom. Jó. Jó, én is regisztráltam már, nem tudom, te próbáltad már ki? Mi? Hát ilyen társkereső oldalon. Regisztráltam. Már nem is tudom, milyen oldalon voltam valamikor. Én egy-két oldalon voltam. Voltam a Zéklackeren, a Huntorrenten, a... De az nem társkereső. A Torrent oldal, hallom? A Zétrackeren, hát azon vagy. Ez nem társkereső, de... Finlinde. Igen. Ifigyes. BitTorrent, uTorrent. BitTorrent, uTorrent, igen. Diablo Torrent, meg itt tudom. Jó, ezek nagyon jó társkereső. Igen. Keresjük a társkereső. Ott megtaláljátok az igazit. Igen. Az igazi legnagyon kemény, ott van akciós. Akciós. Vígjátékos szerelem. Minden van, minden. Horror játék. Horror nők is vannak ott. Minden van ott. Görcs is van ott, minden ja. 1500. Ja, olcsó, minden 1500. Ja, jó lett ez a videó, amúgy tényleg elnyomtuk az őszinteséget, tehát ebből most kiderült minden. Igen, na sziasztok! Ne sziázzál, várjál már! Mit sziáz, sziasztok, mit sziázol? Ez nem valami búcsúszkodó klub, az meg. Szia! Na, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Szia! Nyom már! Emlékszel? Szia! Mire emlékszel? Nem, szia. 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 Nem ja, sziára! Sziára! Igen, az énekes! Az énekes, szia! Na jó van! Szia! Na jó van, köszönjük a figyelmet! Legyetek jók, vigyázzatok magatokat, csumi! Kövessetek minket Instagramon, várjál! TikTokon! Meg a Zolét kövessétek az oldalán, Zole Official! Le lesz a leírásban minden! Hello, hello, sziasztok, jók legyetek! Társat keressetek! Regisztrálj! Regisztrálj! Regisztrálj!